Sziasztok, én Névtelen vagyok, és mivel ti is nagyon élveztétek a 10 dolgot, amit a LOL-ról összegyűjtöttem, így a régebbi dolgairól, és egyébként én is nagyon élveztem nosztalgiázni az utána keresgéléssel és olvasgatással, ezért még egy jó pár dolgot összeírtam, persze azért nem lesz több ezer dolog, meg minden dolgot kifacsarni ebből, de voltak dolgok, amikre szerintem tök jó visszanézegetni, és én is szinte újraélem azt a korszakot. Úgyhogy nézzük, mi az a még 10 dolog, amit talán nem tudtál a League of Legends-ről. Az első, hogy volt egy showdown mód, ugye vannak folyamatosan ezek a változó játékmódok, mint az URF meg Ban for All, de ez talán azért maradhatott ki egy jó pár embernek, mert ez csak egy-kétszer volt. Ez is azon alapult, mint az Aram ugye, hogy egyéni játékban, custom game-ben az emberek együjegyeztek, és azt a szabályt találták ki a játékosok, hogy az nyer, aki vagy előbb eléri a 100 farmot, vagy előbb elpusztítja a tornyot, vagy pedig a first bloodot, tehát hogy először megöli az ellenfelét. Hazamenni lehetett, csak hát úgy át kellett gondolni, hogy mennyire akarsz hazamenni, mert lehet, hogy az alatt a másik leszette a tornyot. Aztán egy-kétszer volt bent ez a mód, 1v1, meg 2v2-ben is, de aztán soha többet. Pedig szerintem igencsak szükség lenne rá, mint állandó módra, mert akkor a sok Zed meg Yasuo main, aki nem ért a League of Legendshez egyáltalán, semmit nem tud a mapról, a makro dolgokról, csak villogni akar valami outplay-jel, meg egy jó stattal, az itt menőzhetne naphosszat. Tetszett egyébként a mód, Luxal és Twisted Fate-tel egész sokat nyertem annó. A következő egészen szorosan kapcsolódik hozzá. Eleinte lett volna egy térkép, ami kicsit zavaros, én mindig úgy emlékeztem, hogy a Magma Chamber-t egy 6v6 térképnek tervezték, de aztán azóta már úgy olvastam, hogy ez két külön dolog, tehát hogy volt olyan terv, hogy lesz 6v6 map, viszont a Magma Chamber-t az 5v5-nek tervezték. Mivel több oldalon olvastam mindenki félét is, ezért nem igazán vagyok ebben biztos. A lényeg, hogy terveztek egy ilyen térképet, ez egy sokkal nagyobb map lett volna, mint a Summoner's Rift. Egy pár ilyen korai terv található róla a neten, még a mai napig, és szerintem baromi jól néz ki. Ez lett volna a legnagyobb térkép, ahol ilyen kis teleportáló kapukkal is lehetett volna közlekedni, új szörnyek lettek volna, új buffok, egy egészen más játékstílust akartak ezzel bevezetni, kisebb 1v1-ek és 2v2 harcok felé, és nem annyira az 5v5 teamfightok felé, mint ami a Summoner's Riften ugye megy egy idő után. Tehát itt a late game-ben is ilyen kisebb harcok lettek volna, amik sokkal többet értek volna. A lének kevésbé lettek volna genkelhetőek, aztán erről sokáig nem volt hír, viszont hát nem release-elték, de volt egy ilyen All-Star event, hogy a profik egymás ellen játszottak, 2v2, ugye ebben a showdown módban, és egy akkor már ilyen reworkölt Magma Chambert láthattunk, egy ilyen 2v2 térképre átalakítva. Ugye ez ugyanazok voltak a szabályok, mint a korábban ben volt meg felvetett showdownban. A térkép azonban se 1v1, se 2v2, se 5v5, se 6v6 formájában nem jelent meg, és sajnos ez a mód sem maradt bent. A későbbi showdownok az Aram térképen voltak játszhatók. Így a képeket nézegetve eléggé fáj, hogy nincs. Szerintem baromi jó dolgot tudtak volna kihozni belőle. Állítólag később ezt a Crystal Scar-ra dolgozták át, ami ugye a Dominion térkép lett, ebben sem vagyok annyira biztos. Ezek ilyen teória szinten vannak, mert azért is nem mondom annyira biztosra, mert az egy dolog, hogy én az egyik oldalon ezt olvasom, a másik oldalon azt olvasom, de az igazságot úgyis csak a fejlesztők tudják, és azoknak is maximum egy töredéke. A következő info, ami nem annyira hű, de extra, de talán nem igazán tudják az emberek, én is csak véletlenül akadtam rá valami listában, hogy eredetileg egyáltalán nem akartak ennyi hős interakciót. Most ugye a különböző helyekről számozó hősök között vannak különleges egymásnak beszólások, de hogy ők, a fejlesztők úgy gondolták, a Riot Games-esek, hogy a Dotában is túl sok ilyen van, és hogyha raktak is be ilyeneket, úgy tervezték, hogy ezek különlegesek legyenek, és egyedi történések, és hát hogyha mindenkinek van öt mondata a másikkal, akkor nem igazán különleges, és nem igazán ritka. Viszont mivel egyre többet elkezdtek foglalkozni a lore-ral, tehát a háttértörténettel, és rájöttek, hogy ezzel a módszerrel tök jó bele tudják szűrni a hősöket a világba és a történetbe, és aki meg nem olvasgatja el a 600 soros leírásokat, azoknak így egy kis plusz extra info is jöhet, így már egyre többet csináltak és tettek a játékba, és ma már szerencsére rengeteg van belőle. A lore alapján különféle beszólogatások egymásnak, de ezek csak bizonyos feltételek alapján teljesülnek. A következő nem azért szomorú, hogy nincs a játékban, hanem azért, hogy valaha is volt. Ugyanis létezett egy statisztika a játékban, mégpedig a dodge. Igen, esély volt rá, hogy misszelik a támadást, akármennyit is sebezne az, pont ugyanúgy, mint a Pantheon blokkja, mármint a régié,
Jaxnek az E-je alapból passzívan adott neki dodge-ot, az aktívja most is valami hasonlót csinál, de legalább nem kap alapból. Ráadásul a Ninja Tabi és a Phantom Dancer is adott ilyen statot, rúnából is ki lehetett rakni, egyszerűen nevetséges volt, olyan dolgokat meg lehetett csinálni, ami nem kicsit volt frusztráló, és konkrétan még a bázison lévő lézert is ki lehetett vele dodge-olni. Gratulálok. Ebbe is csak épp hogy belefutottam, és én sem tudtam róla egyáltalán, hogy voltak ilyen művészeti versenyek, lolosak, amit így rendszeresen meghirdettek, és akkor az emberek küldhettek be mindenféle munkákat, és hogyha konkrétan, hogyha annyira jónak találták a műveket, olyan is megesett, hogy adtak a művészeknek munkát a Riot Games-nél, 2- és 3-dimenziós modelleket, meg konceptártokat csináltak a karakterekhez, helyszínekhez, és akkor ugye vagy felvett őket a Riot, vagy csak inspirálódott az ötleteikből egy hőshöz, vagy egy új skinhez például. A LoL-nak volt egy YouTube műsora, a Summoner Showcase, egy ilyen hírműsorszerűség, ahol a rajongók készítményeit mutatták be, legyen az egy animált rajzfilm, egy sapka, egy torta, egy cosplay, egy zeneszám. Igazából ez szerintem tök jó dolog volt, nyilván nem volt akkora hihetetlen nagy nézettsége, de szerintem ez egy tök jó felség, hogy a rajongók, akik tényleg nagyon szeretik és időt ölnek ilyesmi alkotásokba, azok a hivatalos csatornán meg is jelentek, ráadásul a cég által konkrétan, és nem csak valakinek az otthoni műsora volt ez. Nika Saur volt nagyon sokáig a műsorvezetője, egy-kétszer talán volt helyettesítés, aztán valamiért abba hagyták. Szerintem ez jó és szükséges dolog volt a marketing meg a közösségépítés szempontjából, és okos lépés. És attól, hogy a játékosoknak csak mondjuk a 20%-a nézte, nem feltétlenül kellett volna kidobni ezt az egészet, de hát ők tudják. Biztos meg volt rá az okuk, hogy abba hagyják. Manapság mindenki azon pörög, hogy milyen divisionben van, milyen tierben, bronz, és annak is melyik divíziójában és hány LP-n, de egyrészt régen a League rendszer helyett egy sima Elo rendszer volt rankeden. Ez egy egész egyszerű pontszám, ugyanúgy, mint ahogy most LP-t kapsz, kb. Olyan számokban így növelte vagy csökkentette, attól függően, hogy nyertél vagy vesztettél. Ez egyébként egy az egyben élő árpád pontrendszere, ezért Elo nem mellesleg, csak ugye ékezetek nélkül a vezeték neve, amit eredetileg sakkversenyekhez csinált. Sokszor megkérdőjelezték, hogy ugye a sakkban az egyéni tehetséget mérik ezzel a pontrendszerrel, hogy ez hogy összeegyeztethető a League of Legends-zel, de igazából ugyanezt a pontrendszert használják sportoknál is például, és használják más versenyszerű szférában is. És nem árt tudni, hogy a mai napig is ez alapján megy a besorolás, csak most már MMR-nek hívjuk, matchmaking rating vagy ranking. A lényeg az, hogy ugyanúgy egy pontszámod van, ami alapján besorol. A League rendszer csak egy ilyen felsőbb látszat réteg, és ez abszolút eltérhet az Elo-tól. Ha az MMR-ed szerint Gold 4 vagy, de a League rendszerben te Gold 2, akkor az nem valami jó, mert a rendszer mindig a League rendszerbeli pontodat és az MMR-edet egymáshoz akarja húzni. Egész konkrétan mindig az Elo-hoz, vagyis az MMR-hez. Szóval ebben az esetben le fog húzni téged. Ha viszont a League rendszerben vagy Gold 4-ben, de az MMR-ed Gold 2-es vagy Gold 1-es, akkor fel fog húzni. Ilyenkor van az, hogy többet kapsz nyerésért és kevesebbet vesztésért. Az előbbi példánál pedig fordítva. Ha ezzel nincs az ember tisztában, könnyen lehet, hogy mérges lesz, hogy a haverja 0 pontról 5 vereség után sem esett le, ő bezzeg egyből. Hát például emiatt lehet. Sokáig úgy tervezték, hogy lesznek mindenféle achievementek, ugyanis abban az időben nagyon menő volt, ugye a WoW-ban is minden apróságra ki van találva, fedezzél fel minden területet, ugráljál 600-szor a lóval körbe-körbe a mit tudom én milyen nevű tóban, és az összes tóra megcsinálva, meg az összes lóra, összes színű lóra. Jó, nyilván eltúzom, de kb. Ilyen szintűek az achievementek. Igazából ezek a mai napig sem mentek ki a divatból, ugye a Steamen is rengeteg van ilyen teljesítmény, ugye, úgy hívják, illetve a konzolokon is mindenféle teljesítményeket kitalálnak a játékokhoz. Valami hasonló volt a tervük, és hogy majd ikonokat lehet ezekért kapni. Volt is egy kis menüpontja a régi kliensben, de soha nem tartalmazott semmit, nem is lehetett rámenni. Inkább szerencsére a jelentőségteljesebb hős mastery rendszer került be, meg ugye a küldetések. És hát így a küldetésekkel a zsetonokon keresztül lehet ugyebár mindenféle ikont ugyanúgy szerezni, hangulatjelet, meg nem mellesleg skineket. Meg amúgy rohadt nagy ötlet lett volna, hogy mondjuk valaki a meccsetben azért Fidel szorakával, mert neki 50 killt kell összeszereznie, és amúgy minden másra szarik rá. Biztos, hogy elszabadult volna a pokol. Érintőlegesen a Halloween-os map kapcsán említettem az ahhoz készült rúnákat, de egy ideig egy csomó minden mást is csináltak, és többféle eseményen is. Például a Halloween-es mapon nem csak a térképet változtatták meg, hanem pár tárgyat, például fogyaszthatókat, ugye a HP meg manapoti, azt is ilyen cukorkává változtatták. Egy-két tárgynak is megváltozott az ikonja, például a Haunting Guys, az Pumpkin Guys volt, új ikon, új név. Meg ugyebár a Halloween-es rúnák is voltak, de egy csomó más eseményhez is csináltak, olimpiára, karácsonyra, de még márkához is, ugyanis a Razer rúna is létezett, ami kritet adott,
adott, és levelettől is lehetett használni, ami kicsit patkány volt. Meg hát ugye régen a rúnák eleve csak alapstatisztikákat adtak. És bár például a karácsonyi eseményekhez is volt, hogy tojáslikőré változtatták a HP potit, meg ilyen apróságok egy-kétszer. Ma már inkább csak skinek jelennek meg az eseményekkor, illetve küldetések tokenekkel. Szerencsére a térkép és a milliónok karácsonyi köntösbe öltöztetése az megmaradt. Ikonok, emotok, vardskinek és skinek vehetők, de a rúnák és a tárgyak már nem változnak. Mivel ezeket úgy oldották meg, hogy a LoL adatbázisában lemásolták az eredeti tárgyat, és akkor az lett átnevezve, illetve az ikonja megváltoztatva, azonban bármit balanszoltak a játékban, főleg ezeken a tárgyakon, akkor az eredetit és a másolatát is meg kellett változtatni, és hogyha ezt kifelejtették, az elég gáz volt, arra jutottak, hogy ezzel túl sok meló lenne, szóval ezt elvetették. És a végezetül egy apró érdekesség, elég sokféleképpen próbáltak már hőst bevezetni. Általában egy cikket, képet vagy videót látunk valahol, amiből csak a témáját láthatjuk az új hősnek, a kinézetét vagy a származását. Azonban Velkozé igencsak különleges volt. Különböző régiókban megkértek youtubereket, hogy a kapott klippel csináljanak úgy, mintha megszállta volna az ő tartalmukat Velkoz. Magyarán a videó közepén bevágtak egy ilyen pár másodperces cuccot, ahol Velkoz így belenéz a kamerába és így bevillan, és akkor nyilván, hogy csináljanak úgy, mint hogyha ez meglepte volna őket. Persze videó volt, szóval mindenki tudta, miről van szó, de ez egy tök érdekes ilyen kérdésfelvető marketing. Szerintem ez tök kreatív, és többször lehetne ilyeneket, és terenghetnének az interneten mindenféle fórumokon, hogy melyik youtubernél ki milyen bevillanást látott, és mi lehet az új hős, vagy egyáltalán új hős-e. De valamiért nem csinálták meg többször. Remélem tetszett ez a válogatás is, van még ilyen nosztalgikus info a tarsolyomban, így egy vagy két ilyen videóra lehet még simán számítani. Illetve egy olyanra is, amiben hasonló dolgok, csak sokkal apróbbak, kifejtés nélkül fel lesznek sorolva. Megköszönöm, ahogy mindig, ha valamilyen formában visszajelzést ad. Kártyára szavazással, lájkkal, kommenttel, feliratkozással. A konkrét kifejtés, illetve a szavazás segít a legtöbbet, de mindent megköszönöm. Meg a figyelmeteket is, nézd!